Szeretettel köszöntöm Önöket. Nagyon örülök, hogy megtiszteltek minket a jelenlétükkel. A Problem Prevention Holding, röviden a PPH, a Hunor Trade részvénytársaság, a Nyílt Akadémia és a Tanoda 2000 Kft. Közös rendezvényén. Természetesen köszöntöm azokat is, akik élőben interneten vannak velünk, Magyarországról, külföldről, a tengeren túlról, illetve akik utólag felvételről néznek minket. Takács Anasztázia vagyok, a PPH egyik vezetője, és én vagyok a mai nap háziasszonya, amely nagy megtiszteltetés számomra. Először is megkérem Önöket, hogy a mobiltelefonjukat kapcsolják ki, vagy némítsák el, hogy ne zavarják vele az előadást. Köszönöm szépen. Érdemes az előadáson jegyzetelni. Kérem Önöket, hogyha bármi kérdésük van, azt írják le, és a végén lehetőségük lesz, hogy választ kapjanak rá. Tegeződve szoktuk tartani a képzéseket, remélem ez nem bántó senki számára. Nálunk a PPH-nál mindenki tegezi egymást, kortól, nemtől függetlenül. A mai képzés két részből fog állni. Az első egy tudatosságfejlesztő előadás, a második pedig egy ember és életjobbító coachképzés, amely e-havi leszoktató coachképzésünk utolsó előadása lesz. Rendezvényünk még egy szünettel 18 óráig fog tartani, mely után PPH klub lesz este 8 óráig. Takács Jácint vagyok, a PPH egyik vezetője. Én is szeretettel köszöntelek benneteket. Én vagyok a mai nap rendezvény házigazdája, amely számomra is nagy megtiszteltetés. A mai képzésünket a legnagyobb tudású és tapasztalatú mestercoach és boldogságspecialista, szervezetünk alapítója fogja tartani. Ő az egyik legismertebb mestercoach, személyiség és képességfejlesztő szakember. 1984 óta Budapesten él családjával, feleségével Mariannal kiegyensúlyozott boldog családi életet élnek. Két fiúgyermeket neveltek fel. 1987 óta foglalkozik emberekkel. 1991-től szervez embereket, és azóta van saját szervezésű csapata. 1993-tól vezet embereket. Több pénzintézet vezetője volt a múltban. 1996-tól fordult a spiritualitás felé. Jelenleg Magyarország egyik legnagyobb, független spirituális szervezetének a vezetője. Irányításával a PPH 4 különböző területen lett piacvezető. Vezetésével már több százezer ember vett igénybe valamilyen életjobbító lehetőséget. Személyesen eddig sok tízezer ember képzésében és vezetésében vett részt. Ő egy olyan tanító, aki példamutató, kiegyensúlyozott életet él. Olyan dolgokat tanít, amelyeket használ is, és ezáltal hiteles ember számunkra. Tanításaival úgy segíti az embereket, hogy nem csak elméleti tudást, hanem módszereket, gyakorlási lehetőséget is nyújt egyben. Vezetőnk több különleges médiumi képességgel is rendelkezik. Küldetése az emberek lelki fejlődése és olyan szintre emelése, hogy képesek legyenek szeretetben, békében és boldogságban élni azért, hogy bekerülhessenek az aranykorba. Megkérem vezetőnket, Szedlacsik Miklós mesterkócsot, hogy tartsa meg előadását. Nagyon sok szeretettel köszöntök mindenkit. Nagyon örömömre szolgál, hogy ismét együtt vagyunk, és most már nem csak ugye itt berkeken belül, hanem most olyanokkal is együtt vagyunk, akik még esetleg élőben eddig nem néztek.
előadásomat. Szeretném megkérdezni itt rögtön a legelején, hogy ki az, aki nem elégedett azzal, amifelé halad a világ? Oké. Hát ellenpróbát nem csinálok, jó? Megengeditek? Szerinted mi várható, hogyha ebbe az irányba halad tovább a világ? Semmi jó? És nem kellene tenni azért, hogy jobb irányba haladjon a világ? Vagy az a jó, hogy a jó emberek karba tett kézzel várják, hogy a rossz... De... Nem ez kellene, nem? Hát egyre inkább eluralkodik a rossz a földön, nem? Milyen jó lenne, hogyha az emberek tudnák, tanították volna nekik, hogy hogyan bánjanak egymással, nem? Mennyivel kevesebb konfliktus lenne? Nem? Vagy hogy hogyan működik az élet? Ismerik az emberek, hogy hogyan működik az élet? Nem kifejezetten, nem? Pedig az is jó lenne, nem? De az élet nem csak belőlünk áll, anyagból. Tehát amit belenézel a tükörbe, és akkor ott látod magadat. Nem csak abból áll az élet. Nem? Meg nem csak abból látsz, van az élet, amit itt a Földön látsz. Vagy a Földről látsz. Hát lenne élet értelem nélkül? Hát az olyan fajta felfogásokban, nem felfogásokról te mit gondolsz, hogy mit tudom én mondjuk egy villámcsapás hatására, mit tudom én, egy élettelen dologból létrejött az élet. Létezhet ilyen? Igaz, hogy próbálják így kikísérletezni, hogy ez így legyen, de ez valahogy, próbálják ezt bebizonyítani, hogy ez így legyen, de valahogy ez nem így van. Tehát élettelemből nem lehet életet létrehozni. Tehát legalább egy élő, mit tudom én, molekulának kell ott lennie, érted? Egy sejtnek, hogy az abból élet legyen. Tehát élettelemből nem lehet életet varázsolni. Így látszólagos dolgokat lehet létrehozni, mintha élne, de az nem valós élet. Tehát ahhoz kellett valami magasan fejlett gondolkodás, hogy létrehozzon életből életet. Érted? Tehát életből életet. Egyébként, ugye az emberek azt gondolják, hogy azért van benne élet, mert van teste, és vagy az ösztönei, vagy a tudata ezt a testet irányítja, mozgatja. Tehát gondold végig azt, hogyha meghal mondjuk egy ember, vagy elpusztul egy állat, akkor hova lesz belőle az élet? Nem? Tehát hova lesz az élete? Tehát ami azt jelenti, hogy hát hogy lehetett létrehozni az életet egy anyagba? Hogy lehetett belerakni? Hát úgy nem lehetett volna egy anyagba belerakni életet, hogyha nem létezett volna anyag.
Nem? Tehát eleve lenni kellett egy intelligens életnek, amit a mai értelemben úgy neveznénk, hogy láthatatlan szellemlény. Tehát lenni kellett egy szellemlénynek, amely ő maga volt az élet. Gondold végig. És ez a szellemlény hozta létre az anyagot. És bizonyos anyagba belerakott életet. És az azt jelenti, hogy ha életről beszélünk, olyan, hogy élet, az nem tud megszűnni. Az nem tud keletkezni az élet. Az élet az egy folyamat. Ami azt jelenti, hogy az egyszer létre lett hozva, de nem úgy, hogy ki lett találva, hanem ahhoz képest képzeld el, mint mikor mondjuk egy anya megszül egy gyereket. Ahhoz hasonlatos. Tehát az azt jelenti, hogy létrehozta önmagából szellemlényként az életet, úgy, hogy megsokszorozta magát, de akkor még, ugye megnézzük, mi értelme úgy az életnek, hogyha nincs játszószer. A játék, ki az, aki életében játszott már? Oké. Okay. Tehát a játék, amikor az ember játszik, tehát amikor életedben játszottál, akkor rosszul érezted magad? Nem. Amikor az ember játszik, akkor jól érzi magát. De ezt nem mi találtuk ki, a játékot. Tehát a játékhoz, ha megnézed, hát kellenek valami kézzelfogható dolgok, nem? Anyag, vagy de legalább egy másik személy, akik együtt játszanak, de akkor is valami anyagot bevonnak. Tehát kellett létrehozni játszószert a világegyetembe, meg olyan területet, ahol lehet játszani. Érted? Anyag területet, amit úgy hívnak, hogy mondjuk bolygó. Ahol lehet, ahol teret lehet adni a játéknak. Tehát, hogyha jobban megnézi egy ember, amit úgy hívnánk, hogy értelmes szellemlény, és hisz a felsőbb rendű lényben, akkor sok olyan megtapasztalása lehet, hogy ha mondjuk te felsőbb rendű lény lennél, és rátekintenél a saját életedre, akkor időnként jókat derülnél azon, amit csinálsz. Nem? Ha jobban végig gondolod. Tehát gyakorlatilag, amit itt mi csinálunk, azokon a fentiek időnként jókat derülnek, jókat szórakoznak. Igaz, hogy te szenvedsz. De őket jól mulattatja, érted? Jókat játszanak velünk. Mondhatnánk azt, hogy jó játékaik vagyunk. Szó szerint. Értsd. Miért? Ki az, aki szülő? Szülő. Oké. Na. És szülőként a gyerekedre még nem néztél így. Érted? Hát például, ugye most elvoltunk, ugye PPH-sok, 8-an,
És volt az egyik családnak egy 7 éves kisfiú. És amit mulattunk rajta a kisfiún, ahogy minden olyan üzletbe, ahol játékok voltak, bement, és ahogy próbálta elérni a szüleinél, hogy vegyék meg azt a dolgot, és ahogy próbálta meggyőzni a szüleit, hogy vegyék meg neki azt a dolgot, azt a játékot, hát akkorákat nevettünk rajta. De a gyerek az nem derült ezen a dolgon, tudod? Mert a legtöbbször nem sikerült elérnie, hogy a szülei megvegyék, tudod? De mi külső szemlélőként akkorákat nevettünk. Tehát lényeg az, hogy ha valahogy így szemlélnek minket fentről, mint a gyerekeket, akik próbálják csinálni a dolgaikat, azt vagy összejön, vagy nem, tudod. Tehát az, hogy az élet nem tud megszűnni, tehát olyan, hogy, most mondok példát, jó? Tehát elpusztul egy növény, és abban lévő életenergia, az átmegy egy másik növénybe. Érted? Amelyik éppen elkezd mondjuk hajtani. Érted? Ha elpusztul egy állat, akkor az abban lévő életenergia, az átmegy egy következő olyan lénybe, állatba, amelyik éppen megszületik. És ugye, hogy nem mindegy, hogy egy lényben mekkora életenergia van az emberbe, ugye sokkal nagyobb van, mint mondjuk egy állatba, vagy egy növénybe. Ezért nyilvánvaló, hogy az az életenergia, az egy következő emberbe fog átmenni. Csak egy, a mi esetünkben egy kicsit bonyolultabb, mint az állatok esetén. De ez azt is jelenti, hogy mondjuk egy állatban lévő életenergia, mondjuk egy rókában lévő életenergia, az hasonló életenergiájú állatba fog belemenni. Érted? Tehát ami azt jelenti, hogy az élet, mint olyan, az nem tud eltűnni. Érted? Az azt jelenti, hogy az valahol az az energia, az nem véletlenül mondják életenergiának, az az életenergia az állandó, az nem tud eltűnni, az nem olyan, mint az anyag, hogy átalakul, az életenergia nem tud átalakulni, az életenergia volt, marad és lesz. Tehát ami annyit jelent, hogy ha az életet nézzük, akkor nem csak bennünk, hanem minden élettel rendelkező lény, ami létezik, annak az életenergiája sose pusztul el. Tehát amikor az ember fél attól, hogy meghal, akkor lehet sajnálni a testünket, de honnan tudod, hogy nem születsz bele egy jobb testbe? Nem? Lehet sajnálni azt, hogy itt hagyjuk azokat az emberi lényeket, akikhez valamilyen szinten elkezdtünk kötődni itt a sok évtized során, de honnan tudod, hogy nem lesznek jobb találkozásaid? Az ember mindig olyan találkozásokat fog létrehozni, amilyen lelki szinten van. Ha valaki, mondjuk, szaladjunk egy kicsit előre, mondjuk a túlélés szintjén van, akkor olyan emberekkel fog
kapcsolatba kerülni, olyan emberekkel fog találkozni, és olyan emberek lesznek a barátai is, a társai is, a társulásai is, akik a túlélés szintjén vannak. Ha valaki a biztonság szintjén van, akkor olyan ismerő, tehát olyan kapcsolatai lesznek, olyan emberekkel fog találkozni, olyan baráti kapcsolatai lesznek, olyan párja lesz, stb. Stb. Akik ugyanezen a szinten vannak. Na most, hogyha az ember mondjuk tudja azt, hogy az életenergia az nem vész el. Ugye van is egy fizikában tanult, hogy az energia nem vész el. Na most, az élet is energia. Tehát az élet energia sem vész el. Az átalakulás az életenergia esetében az azt jelenti, hogy beköltözés egy másik testbe. Az állatoknál ugyanúgy beköltözés egy másik állatba. A növényeknél ugyanez, beköltözés egy másik növénybe. Érted? Tehát nincs eltűnés. Hát hogyha az ember tudja azt, hogy az életben úgy működünk, hogy attól függnek az emberi kapcsolataim, hogy én milyen lelki szinten vagyok, mert olyan emberekkel fognak engem körülvenni, akkor az embernek tudnia kell, hogy meg kell emelnie a lelki szintjét, nem? És ha megemeled a te lelki szintedet, akkor olyan emberek fognak körülvenni, amilyen lelki szintre jutottál. Hát ezért van a tudatunk, ezért van a gondolkodásunk, hogy az ilyeneket tudjuk, hogy ez így van. Most akkor gondold végig, hogyha mit tudom én, egy ember kileheli a lelkét, meghal. Ugye ragaszkodik az életéhez. Hát mihez ragaszkodik? Igazából ahhoz ragaszkodik. Ragaszkodik a testéhez, ragaszkodik az anyagi javaihoz, meg ragaszkodik a környezetben lévő emberekhez. Érted? Akikkel kapcsolata van. Tehát ott is az anyaghoz ragaszkodik. Mert egy kicsit ismeri az ember az életet, az azt jelenti, hogy oda át találkozunk. Ilyeneket már hallottál biztos, vagy legalábbis láttál más nem filmekben. Most ez nem azt jelenti, hogy meg kell halni, csak ez is része az életnek, érted? Az életnek része az, hogy tudjuk, hogy mi lesz, mi van velünk most, és mi lesz velünk később. Még ebben az életben, vagy mi lesz, majd akkor, amikor már nem ebben az életben vagyunk. Érted? De az életenergiánk az nem fog elveszni. Maga a szellemlény az marad. Oké? És ez egy értelmes szellemlény, amelynek tudnia kell, hogy felfele kellene haladni ezen a skálán, a lelki skálán, és el kellene jutni a beteljesülés szintjére. És a beteljesülés szintjéről, mikor az ember eltávozik, akkor van az, hogy dönthetsz, hogy mit csinálsz? Hogy mész a fenti világba, vagy visszajössz segíteni. Érted? Na most beszéljünk erről egy kicsit, ha már úgy eszembe jutott. Ugye egyszer-kétszer már beszéltem arról, hogy a Föld népessége hogyan alakult az elmúlt időszakban. Tehát az elmúlt 200 évben. Tehát mit tudom én, ilyen
A múlt századtól nézve, ilyen, nem múlt század, 1800-as évektől nézve, ilyen 1 milliárdról, és már felszaladt ilyen 8 milliárdra. Tehát meg 8-szorozódott a föld népessége. De vajon miért? Ilyen tempóban miért növekedett a népesség? Mondok egy példát, jó? Mit tudom én, mondjuk van egy útépítés. Bevállalják az útépítést, hogy mondjuk végezni kell, mit tudom én, november 30-ára. És hát még november elején, hát még messze van a végzéstől az útépítést. Olyankor mit csinálnak? Hát fogják, azt ráirányítják az útépítésre az összes embert, meg az emberek hozzák a gépeiket. Oké, hogy a határidőre teljesüljenek a dolgok. Világos ez? Tehát te is az életedben már csináltál sok mindent határidőre. És akkor hogy szépen így elhalogattad a dolgot, nem? Ó, hát még hol az a határidő? Ráérünk arra még, tudod, ismered. És amikor közeledett a határidő, akkor az ember a fejéhez kap, nem? Súha, gyorsan meg kell mindent csinálni. Sőt, olyankor még ha tud az ember, akkor segítséget is hív, hogy hát határidőre gyorsan oldjuk már meg ezt a kérdést. Nem veszed észre, hogy határidő van? Hogy közeleg a határidő? Tehát miért születünk ennyien? Mert közeleg a határidő. És meg kellene oldani dolgokat. De ha nincs elmondva az embereknek, hogy meg kellene oldani dolgokat, akkor nem tudják, hogy meg kellene oldani dolgokat. Ha nem tudják, hogy itt a határidő, nem messze, akkor nem tudják, hogy határidő van. Értitek? Tehát gondolkozz logikusan. Ha most azt az időszakot éljük, hogy küldik ide tömegével az embereket, hogy megoldják a dolgokat határidőre. És erre mit csinál az ember? Fogja és belevesz az anyagba. Nem is csinálják? Ugye ezt tudják a gonosz által irányított erők itt a Földön. Tudják azt, hogy határidő van. Nem a gonosz csinálta ezt a határidőt, hanem nem a lentiek, hanem a fentiek csinálták ezt a határidőt. És a gonosz azt csinálja, hogy átváltoztatja az embereket, hogy ilyen anyagközpontúak legyenek. Érted? Tehát a szülőket ráveszik arra, hogy az anyaggal foglalkozzanak, ne a gyerekkel. Ráveszi arra, hogy óvodába küldjék, oké, sőt, ugye elérték azt, hogy kötelező legyen az óvoda, iskolába küldjék, sőt, elérték, hogy kötelező legyen az iskola, és akkor ott lehet a hülyeségre. Hát ha nem is szándékosan tanítani, de a gyerekek egymást megtanítják a hülyeségre. Ez bizonyára tapasztaljátok. Mondjuk van egy jól nevelt gyerek, aki soha nem káromkodott életébe, írass be az óvodába, és meglátod, hogy mennyi időn belül fog káromkodni. 1-2 hét, és már káromkodik, kész. Tényleg így van, ezt megtapasztaltuk. Szóval a lényeg az, hogy a gonosz eléri azt, hogy a fejlett lelkek, akik lejöttek ide segíteni, azok belevesszenek az anyagba. És gondold végig, 1 milliárdról 8 milliárdra felszaladtunk. Az azt jelenti,
hogy 7 milliárd szakembert küldtek ide, hogy változtassák meg a dolgokat, és zárják le az ilyenfajta földi létet, ami eddig volt, határidőre. És ehhez képest ez a rengeteg ember belevesz az anyagba. Pedig nagyon egyszerű ez a kérdés. Nagyon egyszerű. Ha tudod, hogy hogy működnek a szellemi dolgok, akkor az anyagi dolgokkal nem lesznek gondjaid. Tehát a szellemi dolgok mindig feltételezik a gondolkodást. Tehát az nem szellemi dolog, hogy valaki részt vesz egy agykontroll tanfolyamon, és utána tudatosan nem kezd el használni dolgokat, és tudatosan nem kezd el tenni dolgokat. Tehát attól, hogy valaki valamit tanult, és nem teszi tudatosan a dolgát, attól nem lesz, nem tudja azt elérni, hogy kihozza magából azt, ami benne van. Nem tudja azt elérni, hogy észrevegye a lehetőségeket az életében. Csináltak egy ilyen felmérést egyébként a jómúltban, hajjaj, már nagyon rég, hogy megkérdezték a halálhoz közeli embereket, tehát az időseket, hogyha újra élnék az életüket, akkor mit tennének másként? És akkor mondtak mindenfélét, hogy ezt tenném másként. És tudod, melyik volt a legtöbb azonos válasz? Hogy a lehetőségeimet jobban kihasználnám. Ez volt a legtöbb válasz, érted? Az összes közül. Tehát rengetegféle válasz volt, de ebből volt a legtöbb. Tehát az emberek, ha nem tudatosak, még a lehetőségeiket sem veszik észre. Tehát most nézzük akkor mondjuk lehetőséget, jó? Eleve ott kezdődik, hogy a bolygó 20%-ának a 20%-a, az hány százalék? 4, így van. A 20%, 20%-a az 4%. Tehát a bolygó 4%-a spirituálisan nyitott. Ez így kezdődik. Ez mindegy, hogy mekkora népesség. A 4% az spirituálisan nyitott. Érted? Tehát az azt jelenti, hogy minden 25. ember spirituálisan nyitott. Ebben ezt tutira veheted. Ez így működik. Tehát mindegy, hogy az Magyarország, vagy Románia, vagy Szlovákia, vagy a föld túlsó vége, teljesen mindegy. A 4%-a spirituálisan nyitott. Na most, ha az ember ezt tudja, akkor egyszerűen tudja, hogy csak azokat kell keresni, akik spirituálisan nyitottak. Azt is tudni kell, hogy az emberek további része azt mondja, hogy mondjuk, mennyi is mindjárt mondom, azt mondja, hogy 4% volt, akkor még van 76%. Tehát van 76%, amely arra megy, amerre a többség megy. Meg arra megy, amerre a barátai mennek, meg a környezete megy. Érted? Ez a 76%. Na most akkor onnantól kezdve, ha az ember ezt tudja, akkor tudja azt, hogy kell keresni olyan embereket, akik szellemileg nyitottak. És ha szellemileg nyitott emberek jó mintát mutatnak, akkor a többiek követik. Marad egy 20%, azt úgyis kivonják a forgalomból, úgyhogy teljesen mindegy. Nem is ez a lényeg.
hanem az a lényeg, hogy az embernek tudnia kell, hogy így működik. Na most, de hogy működnek az emberek, hogy nincsenek olyan állapotban, hogy észrevegyék a körülöttük lévő lehetőséget. Tehát a legtöbb ember nem vesz észre a lehetőséget. Ugye itt vannak tanulók, a Nyílt Akadémia tanulók. Ugye a PPH szervezésében vannak a Nyílt Akadémia tanulók. És ugye a legtöbb ember, nem legtöbb ember, mondhatjuk azt, hogy mindenki, jött a tudásért. Nem? De a tudás önmagában kevés. A tudáshoz kell cselekvés. Mert hiába volt tudásod bármilyen szakterületen, ha nincs cselekvés, akkor tehetsz avval a tudással akármit. Érted? De igazából hasznodra nem nagyon lesz. Hát ha az ember használni akarja a tudását, na most nekem az alapszakmám az autószerelő. A legtöbbet az elméletet tanultam. Ugye középiskolából lettem autószerelő. Ott egy nap volt a szakmai gyakorlat egy héten. Elvégeztük a középiskolát, lett szakmunkás bizonyítvány, meg érettségi, meg minden. De hát hót hülyék voltunk az autókhoz. Ezért ugye elmentem autószerelőként dolgozni, és egy vállalathoz, és ott beosztottak egy nagyon jó szakember mellé. És ez a nagyon jó szakember megtanított a szakmára. Kellett hozzá egy év, hogy önállóan tudjak dolgozni. Tehát egy év napi 8 órában meló, hogy önállóan tudjak dolgozni. Tehát kellett hozzá ugye egy olyan vállalat, ahol autókkal találkoztunk, és szakemberekkel találkoztam, akik értettek az autóhoz. És ha volt olyan kérdés, amihez az én tanítom, akitől tanultam a szakmát, nem tudott, akkor oda ment egy másik szakemberhez, akinek még nagyobb tapasztalata volt. És akkor az felvilágosított minket, hogy adott esetben mit kell tenni. Na most, ugye nem gondoljátok komolyan, hogy bármit úgy meg tudtok tanulni, hogy nincs egy terep, egy hely, egy lehetőség, ahol gyakorolj. Tehát kell egy gyakorlási hely. Én lehet, tudom, hogy sokan azt gondolják, hát majd a rokonokon, hozzátartozókon, barátokon gyakorlak. Na, próbálkozz el. És akkor úgy jársz, mint a kutya, tudod. A kutya szokott próbálkozni. Tehát észre kellene venni a lehetőséget. Tehát észre kellene venni azt a lehetőséget, hogy az emberek szervezésével, és mire szervezzük az embereket? A lelki fejlődésre. Hogy feljussanak legalább a küldetés szintjére. Tehát az emberek fejlődésével lesz egy olyan, hogy egy időszak lezárulhat ezen a bolygón. Érted? És lehet tovább lépni. A lelkek számára. Tehát ezt kellene megcsinálni, ezt kellene elérni, de ez lelki fejlődés nélkül nem működik. És ez a bolygón nekünk elsősorban a feladatunk. Persze ehhez még kevesen vagyunk. De ha nincs elég szervezés, akkor nem is leszünk sosem sokan. Tehát sokan sose.
Oké. Tehát itt van egy lehetőség, a szervezés, amivel a jövőben, nem azt mondom, hogy holnap, a jövőben meg tudnád oldani, hogy a bevételeid a szervezésből származzanak. Érted, hogy a jövedelmed az a szervezésből származzon. És nem csak a közvetlen szervezésből, mert úgy van kitalálva a rendszer, hogy aki közvetlenül tőled, vagy az embereidtől, vagy az embereid embereitől, vagy az embereid embereidnek az embereid, így folytatva tovább, tudod, származik, abból te tudsz részesedni anyagilag. Hogy tudsz részesedni anyagilag? Hát mindenki fizet tandíjat. Krisztus koporsóját sem ingyen őrizték. Itt van egy tandíj, de bárki által elérhető áron van ez a tandíj. Ez havi 9800 forint, ugye akciósan. Árgaranciával is ráadásul. És ennek a 72%-a az ki van fizetve azok számára, akik a szervezésben közvetlenül vagy közvetve részt vettek. Tehát akik elkezdtek létrehozni tanulókat, szervezni tanulókat, elkezdtek szervezni tanulókat, és valamilyen formában motiválták a tanulóikat, hogy azok is szervezzenek, meg a tanulóik tanulóit is, hogy szervezzenek. Érted? Most az a helyzet, hogy ez a motiválás, hogy szervezzetek, ez nem az én dolgom lenne, hanem a tietek. Mert nekem nem fér bele a képzésbe, mert ha én azzal foglalkozok, hogy ti szervezzetek, akkor hol haladunk az anyagban, a képzés anyagban. Tehát az, hogy az emberek szervezzenek a csoportban, azoknak a feladata lenne, akik itt vannak már. Értitek? Nem az enyém. De állítom, hogy még mindig én foglalkozok ezzel a legtöbbet, pedig nem nekem kéne, hanem nektek. Hát most gondolj bele, mondjuk 100 000 forintért mennyit dolgozol? Mondjuk 1 200 000 forintért egy évben mennyit kell dolgozni? Az átlagosan több, mint fél munka hónap, nem? Mert az átlag nincs 200 000 Magyarországon. Na most, tehát dolgozni kell mondjuk 80 órát érte. És dolgozni kell egy évben, hát ha nem is 12 hónapot, mert kap szabadságot, hát de legalább 10-et, nem? Hú, de nagy szabadság. 10 hónapot dolgozni kell folyamatosan. Hogy legyen legalább, mit tudom én, mondjuk 200 000 forint fizetésed. Na most, és ha fognád és abba hagynád a munkát, mennyi pénzed lenne utána? Hát a segély lenne még 2 hónapig, nem? A munkanélküli segély, utána meg koldulhatnál az önkormányzattól valami segélyt, nem? Nem így működik? Hát mert így működik. És akkor mehetnél, tudod, ilyen munkára, amit tudom én, minek hívják. Közmunkára, így van, hogy kapjál egyáltalán. Akkor se úszhatnád meg csak úgy, hogy... Na most. Hát, hogyha elkezdenéd a szervezést, és lennének szervezetjeid valamilyen rendszerességgel, havi szinten, akkor tudnád motiválni a csapatodat, hogy ők is szervezzenek. Nem? És egy idő után nem csak azután lenne jutalék, akiket te szerveztél, hanem mindenki után, aki a csapatodban van és tanuló a Nyílt Akadémiánál.
És ennek nincs felső korlátja. Ami azt jelenti, hogy egy idő után el tudnád azt érni, hogy a teljes jövedelmed innen származzon. A PPH-tól. Érted? És vállalkozásba csinálnád a szervezést, és egyszerűen számlát kiállítod, mi meg kifizetjük neked a jutalékot. Ennyi. És ugye az a cél, hogy legyen 320 millió olyan ember, aki képes tudást átadni. 320 millió. Ez a 320 milliónak el kellene azt érni, hogy mondjuk azt mondja, hogy 6,4 milliárd ember legyen kiképezve. Érthető? Na most akkor onnantól kezdve számogass már egy kicsit, hogy ebből mit tudnál elképzelni saját csapatban. Ha persze nem szervezel, akkor semmit. Tehát mekkora lenne az a csapat, amit el tudnál képzelni? Mondjuk megtöltene a te szemináriumod egy stadiont? El tudnád ezt képzelni? Mondom, a te szemináriumod egy stadiont. Nem egy termet, egy stadiont. Na most, ha egy stadionba gondolkodsz, akkor utána biztos, hogy valami másból kell pénzt keresned? A jövőben? Hát biztos, hogy nem. Hát most még nem tudunk megtölteni egy stadiont, de mégis anyagi szempontból, ugye én foglalkoztam pénzügyi területtel is, a pénzügyi terület labdába nem rúg anyagi szempontból. Érted? Labdába nem rúg. Pedig pénzügyi terület. Tehát én nem azt mondom, hogy pénzbe gondolkodj, mert nem ez erről szól a történet. Hanem arról szól a történet, hogy az emberek 4%-a spirituálisan nyitott. És nekünk az a dolgunk, hogy bevigyük az embereket az aranykorba. Érted? De ha nincs kellő szervezés, akkor az lesz, hogy kimentik azt a kis mennyiségű embert, akit ki kell menteni a bolygóról a lélekszámhoz képest, a többire meg ráborítják a bolygót. Érted? A lelkeket meg úgyis összefogdossák. Ez ennyi. Semmi gond nincs ezzel. Tehát most gondold végig, hogy ha te fejedben nincs olyan, hogy a jövőben mondjuk ebből megélned, tehát hogy ebből élj, akkor nem is fogsz ebből élni sose. Érted? Tehát mit tudom én mondjuk, ellenséges a párod? Hát akkor bizonyíts be neki, hogy ebből mennyi jövedelmet tudsz hazavinni, és akkor már nem lesz ellenséges. Mert miért ellenséges? Mert szellemileg nem fejlett. Mert az anyagba gondolkodik. Azt gondolja, hogy csak az anyag létezik a világon. Hát akkor vigyél haza neki anyagot. Érted? Pénzben. Rögtön nem lesz ellenséges. Ugye a mai világban senki nem abban gondolkodik, hogy jaj, de jó, hogy olyan munkám van, hogy látástól vakulásig dolgozhatok. Nem tudom, hány ilyen embert ismersz, aki így gondolkodik. Ma nem ilyen világot élünk. Ezelőtt 30-40 évben még voltak ilyen emberek. Ma nem ilyen világot élünk. Tehát nem ilyen világot élünk, hogy mindenki látástól vakulásig akar dolgozni. Még egyesek sem akarnak látástól vakulásig.
Hát akkor miért ne lehetne úgy jövedelemhez jutni, ami könnyebb? Érted? Amiben nem kell beleszakadni, amit akkor csinálsz, amikor akarsz. Amihez csak egy pár dolgot kell megtanulni. De a legfontosabb az, hogy helyesen gondolkodj. Higgy abban, amit szeretnél. Érted? Tehát amit szeretnél, hogy megvalósuljon. Nem amit szeretsz, amit szeretnél. Oké, persze, hogy hiszel azt abban, amit szeretsz. Hát ez nem kérdés. De abban tudsz hinni, amit szeretnél. Hát higgy abban, amit szeretnél. Tehát a hit a mi esetünkben óriási erő. Érted? Semmiben nincs ekkora erő, semmilyen más egyéb tevékenységben, amit csinálhatsz. A hitnek nincs ilyen jelentősége, mint nálunk. Érted? Tehát a hit, még van egy csomó időm. Igen, nézem, még van egy csomó időm. Negyed ötig. Jó, tehát a hit az ebben a tevékenységben, a szervezésben, amit mi csinálunk, az egyik legfontosabb dolog. Tehát hiába hisz valaki, mondjuk pénzügyi területet szervez, hiába hisz benne, nem kap a hit által segítséget. Érted? Tehát a hit az nem az anyaghoz, hanem a szellemiséghez kapcsolódik. A hitnek az anyaghoz az ég adta világon semmi köze nincs. Maga a hit az már egy szellemiség. Világos ez? Tehát, hogyha a szellemiséggel foglalkozó ember egy szellemiséget hív segítségül, amit úgy hívnak, hogy hit, akkor nagyobb eredményt fog elérni, mint előtte. Tehát nem azért kell csinálni valamit, mert mit tudom én mondjuk, legalábbis a mi szervezésünket nem azért kell csinálni, mert mondjuk pénzt keressek vele. Vagy nem azért kell csinálni, hogy hát, hogy valamivel eltöltsem az időmet. Mert ez is egy munka. Nem ezért kell csinálni. Nem azért kell csinálni, mert Miklós ezt mondta. Vagy a vezetőd azt mondta. Nem ezért kell csinálni. Hanem azért, mert hiszel benne, érted? Tehát hiszel abban, hogy milyen jót teszünk embereknek, és annak mi lesz a végeredménye. Mondom, nézd logikusan a dolgokat. Mindig úgy van, hogy amikor egy határidő felé közeledünk, oda irányítják az embereket, hogy gyorsan elkészüljön. Ide vagyunk irányítva. Most gondold végig. Most ez a 4%, aki most szellemileg nyitott, a többi miért nem? Hát mert még szellemileg nem nyitott. Elvitte őket az anyag. Senki nem úgy született, hogy nem volt nyitott szellemileg. Mindenki úgy született, hogy szellemileg nyitott volt. Sőt, ha megfigyelted, akkor a gyerekek még látnak is. De minimum érzékelnek a kicsik, a picikről van szó. Na most akkor onnantól kezdve, ha gondold végig, hogyha a kisgyerekek szellemileg látnak, vagy érzékelnek, sőt, szellemeket is, sőt, kommunikálnak is szellemekkel, akkor onnantól kezdve ők anyagba zárt lényként születtek. Hát nehogy már elhitesse ezt velünk valaki. Hát minden ember szellemiségnek született. Mindenki. És elérte azt a gonosz, hogy az anyag fontosabb legyen, sőt, kizárólagos legyen egyes embereknél, vagy akár a legtöbbnél.
Érted? Mint maga a szellemiség. Nem így van? Hát ezért nem nyitottak szellemileg, mert az anyag elvitte őket. De ha valaki úgy született, hogy szellemiségnek született, már pedig mindenki így született, akkor előbb-utóbb vissza tud találni önmagához. Tehát ami benned, benne van az emberbe, csak kiölik. És amikor visszatalál ahhoz, ami benne volt, amit kiöltek, akkor visszatalált önmagához. Érted? Tehát itt az embereknek csak vissza kell szépen majd találniuk magukhoz, de ehhez jó mintáknak kell lennünk. Oké? Szó szerint jó mintáknak kell lenni. Tehát, hogy az emberek azt mondják, hogy hát én nekem ez, amit ők csinálnak, ez szimpatikus. Nekem ez tetszik. Vagy valami hasonló. Érted? Tehát eleve ott kezdődik, hogy amikor nem volt ennyi anyag, boldogabbak voltak az emberek. Kicsit vissza kell menni a múltba, vagy meg kell nézni azokat a népeket, ahol kevesebb az anyag, boldogabbak. És megnézed, minél több anyaggal veszi körül magát az ember, ha nincs a mögött egy szellemiség, akkor boldogtalan embereket találunk. Tehát nem azt mondom, hogy az anyagtól váljunk meg, hanem azt, hogy ne hagyjuk, hogy az anyag eluralkodjon a szellemiségünk felett. Érted? Tehát pont azt mondom, hogy legyünk tudatosak, és az anyagot ne élvezeti cikként használd, hanem eszközként. Érted? Tehát az anyag az nem élvezeti cikk, az eszköz. Beleértve a testedet is. Érted? A testünk sem élvezeti cikk, hanem eszköz a kezünkben. És minden anyagot eszközként használj, és hogyha nem tudod valami eszközként használni azt az anyagot, ez most egy tanítás, ne vedd meg. Érted? Tehát ha annak a léte annak az anyagnak, hogyha birtoklod, nem szolgál valamilyen célt, jó célt, akkor ne vedd meg. Világos ez? Mert csak akkor egyel több lesz. Aminek az ég adta világon semmi értelme, kidobtad a pénzedet. Érted? És gazdagítottad a fogyasztói társadalmat. Tehát ami azt vedd meg, ami valami célt, jó célt szolgál. Tehát ha valami megtetszik, ne vedd meg. Csak akkor, ha ez valami jó cél érdekében tudod azt az anyagot állítani. Érted? Például azt mondod, hogy azért veszem meg ezt a ruhát, hogy meg tudjak jelenni. És mondtam valamit, érted? Nem mutogatni tudjam magamat, hanem meg tudjak jelenni mondjuk egy rendezvényen. Érted? Hogyha jönnek emberek, akkor ne slampos embereket lássanak. Stb. Stb. Érted? Tehát mindig valami cél érdekében cselekedj, mármint amit veszel. Ugye mi nekünk az a célunk, hogy aranykor legyen. Mit jelent az aranykor? Az emberek szeretetben, békében és boldogságban élnek. Hát még ettől nagyon messze állunk. Jó, tehát eljutatni az embereknek a tudást. Ha van tudás, és elkezdik használni a tudást,
akkor előbb-utóbb el tudják azt érni, hogy kevesebb problémát okoznak maguknak és másoknak. Ha kevesebb problémát okoznak maguknak és másoknak, akkor boldogabban tudják élni az életüket. És minél boldogabban élik az életüket, annál kevesebb hibát vétenek. És ezáltal az emberek képesek lesznek problémáikat megelőzni, képesek lesznek célokat megvalósítani, képesek lesznek együttműködni, képesek lesznek a szeretet érdekében cselekedni, képesek lesznek szeretettel együttműködni. Mert az aranykor erről szólna, hogy az emberek szeretetben, békében és boldogságban élnek. És az aranykort egy kicsit megnézzük, nincsenek az aranykorban multinacionális cégek. Nincsenek. Az aranykorban tudod mi van? Mint a mostani szövetkezetek. Szövetkezeti elven társulnak a családok. Érted? Tehát társulással hozzák létre azokat a dolgokat, ami az életükhöz szükséges. És a szükségteleneket nem hozzák létre. Csak az, ami szükséges az életükhöz. Nem csak a saját életükhöz, hanem az ott élő életükhöz. És nem pénzért dolgoznak. Tehát nem lesz az aranykorban olyan, hogy pénz. Tehát az emberek, ha ma megnézzük a társadalmat, alapvetően az emberek lusták. Ez a legnagyobb probléma az emberiségnek. De miért lusta? Mert nem tudja annak az etikai következményét. Ha az emberek tudnák a lustálkodásuknak az etikai következményét, akkor már nem lustálkodnának, hanem megtennék azt, amit meg kell tenniük. Tehát az aranykorban az emberek megteszik azt, amit meg kell tenniük, és ez bemegy raktárokba, és a raktárokból az emberek a szükségleteiknek megfelelően részesednek. Érted? Nem az igényeiknek megfelelően, mert az igény mindig magasabb, mint a szükséglet. A szükségleteiknek megfelelően. Ami azt jelenti, hogyha valaki magasabb pozíciót tölt be, valamilyen oknál fogva, akkor magasabb a szükséglete. És akkor neki ugye nagyobb szükséglet van. És ez, most gondolj bele, hogyha most úgy lenne az élet itt a Földön, hogy minden bemenne raktárokba, és a raktárokból azt vinnél el, amit akarsz. Akkor mit vinnének el az emberek? Még a raktárt is elvinnék. Ha most gondolj bele, milyen etika kell ahhoz, hogy annyit vigyél el, ami a te, illetve a családod szükséglete. És úgy dolgozzál, érted? Ahhoz is milyen etika kell, hogy a munkáért nem kapsz pénzcserét. Érted? Hanem először is bemegy egy raktárba, és te utána elviszed. Na most ugye mondhatná az ember, elviszed a szükségletedet. Mondhatná az ember, hogy akkor mi lesz azokkal, akik nem így tudnak élni, hanem úgy, hogy nem adnának legszívesebben semmit, tudod? Hanem csak elvennének, mert egyre több ilyen ember él, ez megint a gonosz hatalma egyébként, tehát megint a gonosz hatalma érvényesül ebben a kérdésben. Tehát, hogy egyre több ilyen ember van, aki adni nem akar, csak kapni, azok nem fogják megélni az aranykort. Értitek? Tehát azok az emberek nem élik meg az aranykort, meg fognak halni. Tehát vagy megtanuljuk saját magunk önszántunkból azt, hogy etika, érted? És nem azért adunk, mert nem kapunk akkor, ha nem adunk. Hanem az egy természetes dolog legyen, hogy adunk. Érted?
Mert ma az emberek nagy része azért ad, hogy kapjon. Érted? Nem azért kell adni, hogy kapjunk, hanem mert ez az etika része, hogy adjunk. Érted? Mert az etika így működik, hogy adjunk. És az ember nyilvánvalóan a légszükségletének megfelelően tudja majd azt, hogy részesedni fog. Annyit, amennyi kell. De nem ezért dolgozunk, hanem azért, hogy másnak is legyen. Nem tudom, értitek-e. Tehát, hogy másnak is legyen. És más is azért dolgozik, hogy másnak is legyen. És tudja, ha másnak is van, akkor tudja, hogy neki is van. Nem tudom, értitek-e. Nem fordítva, hogy azért dolgozok, hogy nekem legyen, és hát hogy más részesedik-e, az kit érdekel. Mert ez a mai világ. Na most képzeld el, milyen etikai szintet kell majd ahhoz elérni, hogy az emberek így működjenek, hogy azért dolgozik, hogy másnak is legyen. Érted? És eszébe nem jut, hogy többet vegyen el, mint amennyire neki szüksége van. Érted? De ez itt PPH-s körben nem tűnik olyan távolinak, ha végig gondolod. Nem? Legalábbis az én gondolataimban abszolút nem tűnik távolinak. Mert az én fejemben már ez van. No, hát körülbelül ennyi fért bele itt az első részbe. Ebben voltak ilyen kisebb képzések is, ha nem is sok. A lényegi képzések azok a második részben történnek. Például most a leszoktató coach képzésünk. Finisében vagyunk, célvonal előtt, már lassan befutunk a célvonalba, és hát elég fontos témát boncolgatunk, hogy az emberek meg tudjanak szabadulni a nem kívánatos, nem túl jó, inkább úgy mondom, hogy rossz szokásaiktól. És ehhez nyújtunk az embereknek segítséget, ugye a leszoktató képzésben. 24 nagy témánk van, van amely egy hónapos, van amely három hónapos, és így pont 36 hónapot tölt ki. Ha bármi kérdésed merült fel a PPH-val, Nyílt Akadémiával, az itt lévő emberekkel, szervezéssel, akármivel kapcsolatban, akkor fordulj a meghívotthoz, vagy fordulj a vezetődhöz. Vagy ha nem tudod, ki a vezetőd, vagy ki a szerveződ, akkor semmi gond, a weboldalra fölmész, megnézed a központi elérhetőségünket, és felkeresed ugye az irodánkat, és ott megkapod, hogy ki a szerveződ, vagy ki a vezetőd, hogy kihez fordulj. És várunk szeretettel az aranykor építők közé. Azok közé, a személyek közé, akik tanulnak most azért, hogy aranykor építők lehessenek, és van, akik már el is kezdték, nem is kevesen, az aranykor építését. Annak meg első lépése a szervezés. Tehát akik már szerveznek, azok már építik az aranykort. Akik még nem, azok még az első lépést az aranykor építésben ugye nem tették meg, de hát semmi gond, majd eljön az ideje. Jó, tehát várunk mindenkit szeretettel, közénk, ez egy közösség is egyébként, Problem Prevention Holding, probléma megelőző, nyitott közösség. És aki neki névjegykártyája van, arra az van ráírva, hogy PPH szervező. Tehát szervezzük a tanulókat, hogy minél több tanulónk legyen. Minél több és több tanulónk legyen, hogy befejezzük a határidőre
az aranykor létrehozását. És az aranykor még mindig csak egy átmeneti időszak. Köszönöm szépen a figyelmeteket, visszaadom a szót a házigazdáinknak, további szép estét és jó tanulást, szervusztok! Köszönöm szépen! Egészségetekre! Köszönöm! Gyermekünket tanítom otthon, valamint az aranykor építésén munkálkodunk együtt. Miért kezdtél el a Nyílt Akadémiánál tanulni? Amikor Miklós előadásait hallgattad, nekem is megtetszett a sok értékes új információ, amit hallottam, és korábban is együtt szoktunk tanulni különböző tanfolyamokon, és így most csak. Köszönöm, Anasztázia. Most pedig szünet következik. 16-20-ig lenne a szünet, de szerintem már most annyi van. Az már elmúlt. Hogy meddig lesz akkor? 16-20, akkor 16-40. 20 perc szünet lesz, és akkor hánykor pontosan? 40-kor. És akkor 40-kor találkozunk itt benne. Köszönjük.